some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello? Doktornő, itt van nálunk a nagynéném. Uh-huh. Ráadásul beteg. Szeretném, ha ma tovább bent maradnál. Hogy? Tényleg? Írj SMS-t ennek a Scotty néninek, és mondd el neki, hogy nem tudsz elmenni a baseball meccsre. Egy pillanat, honnan? Nézd, Scotty, és én nem is, és ez ugyan már, Becca, mindenki erről beszél a faluban, pedig téma akad bőven. Na menj! Tűnés innen. Érezd jól magad. Köszönöm, doktornő. Nem számít, mit mutat a naptár. A tavasz első napja nekem ez a nyitónap. Nem, a sheriff itt nem fizet. Kedves tőled, Ben. De a büntetésed akkor sem engedem el. Akkor írd fel neki. Rendben. Gyorsan dob. Úgy is vezet. Szép volt, Scotty! Második hiba! Igen! Ez a Scotty, csak így tovább! Oda néz. Jaj, édes Istenem. Hé, hey, Tommy! Maradjatok ott. Menjetek a padhoz! Gyerünk, fiúk, irány a kispad! Vigyél őket a pályára! Gyerünk, fiúk! Vigyél őket a padhoz! Rory! Ácsi! Hé, Rory! Itt épp meccs van! Te puskával jársz baseball meccsre? Mi a fenét művelsz? Jaj, Rory, te részeg vagy. Ennyi. Kérlek, tedd le a puskát. Rory, tedd le a puskát. Hm? Tedd le. Jaj, Rory, ne már. Hé, Rory. Kérlek, Rory, tedd le a puskát. Rory! Uramisten! Te jó ég! Tébolyultak. Reggelre meg lesz a véralkohol szint. A többi meg egy hét múlva. Hogy érzed magad? Peggy itt van. Most jött meg a fiúval. David. Talán nem most kellene. Fiam, maradj! Szia, Kurt. Nagyon sajnálom. Szerettem Rorit, nagyon mi szerettem. Mi a csodát keresett ott? Sokat ivott. Ennyi történt. 2 éve nem iszik. Te is tudod, milyen büszke volt magára. Szóval szerinted részeg volt? Ezt mondod mindenkinek? Nem. Hogy ezt kellett tenned, le kellett lőni a falu iszhákosát.
helyesen cselekedtél. Meg kellene élezni. Drágám, David. Helyesen cselekedtél. Aludnod kéne. A sheriff irodája. Nem, asszonyom, nem nyilatkozhatunk. Folyamatban van a nyomozás. Nem, asszonyom, a sheriff most nincs itt, de ha gondolja, akkor a helyettese talán... Amatőrök. A sheriff irodája. Önök, a korboncnok van a kettes vonalon. Jó reggelt, Jim. Mi a helyzet? Negatív. Hogy mi? Nem volt alkohol a vérében. Hallottam, csak nem tudom elhinni. Nem volt részeg. Kétszer is megnéztem, nem volt részeg. Egyáltalán nem volt alkohol a vérében. Nem sokára megérkezik a teljes toxikológiai vizsgálat eredménye, majd tájékoztatlak. Ja, köszönöm. Nincs mit, David. Köszi. Van itt egy Idaho irányszámú autó, megnézem közelebbről. Vettem, rendben. Ben? Ben? Szia! Ben? 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 Hé, hey, minden rendben? Ne izgulj, David. A gyerekek kibírják. Nem lesz gond. Aha. Elkésem, mennem kell. Dietra. Bill. Szia, Judy. Kis öreg. Hogy vagytok? Hát, megnéznéd Billt, kérlek. Persze, mi a baj? Nem tudom, de szerintem nincs jól. Hogy vagy, Bill? Esetleg fáj valami? Bill? Csak Dildra aggódik, kutya bajom. Csak fáradt vagyok. Mit csináltok a hétvégén? Csak Dildra aggódik, kutya bajom. Csak fáradt vagyok. Nem találtam semmit. De hétfőn el kell vinnem egy betegemet Cedar Rapidsbe. Magammal vinném Billt is egy CT-re. Mi? Hétfőn? Igen, csak hogy kizárjuk a komolyabb dolgokat. Rendben. Jó? Ha baj van, hívd nyugodtan, akár éjszaka is. Oké? Okay? Kösz, Judy. Szia, Nikolász! Szia, Judy! Szia, Bill! Mit csinál, apa? Maradj itt, Nikolász.
lesz? Jézusom! Nicholas! 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 Semmi bajod! Nicholas, mi történt? Apa... Mi van? Apa, hol van? Mi történt? Kicsim, kérlek, mondj valamit! Kérlek! Kés van nála. Ó, Isten! Maradj itt! El nem mozdul innen! Halló. Indulok. Mi az? Nincs meg a tempót, a teljes nyomás kell hozzá. Értettem? És hozd nekem egy maszkot. A Szalázs is kigyújt. Rydra! Tom! Kiütöttek? Rydra és Nicholas nem, csak Bill. Két ember folyik a kocsihoz a déli oldalon. Amikor kiértünk, egy üres benzines kanna hevert a bejárat előtt. Bill meg azt a rohadt füvet vágta éppen. Rydra és Nicholas az emeleten volt egy szekrény. Bill! Egy pillanat. Bill! Mi a fene történt itt? Te jóságos ég. Judy! Te jó ég! Gyere, Judy! Nem! Mi a picsát műveltél, Bill? Judy! Ah! Jaj, Jamie! Uram Isten! Nédra! Mi a fene? Mi az? Mi van ott? Mi a szar? Azt a rohanak kurva életbe! Beszéltél a Szidár Rapidzi seriffel? Russ? Igen, délután jönnek érte az államiak, és elviszik innen. Mióta adja itt a szobrot? Órák óta. Rory is így nézett. Pontosan ugyanígy. Thank you.
Ahogy elnézem, legalább egy hete van itt. Megnézem, tudjuk-e azonosítani. Jó. Rendben. Fiúk, ha nem tévedek, a vadászidény 3 hónapja véget ért. Mi csak túlváztunk egyet, friss levegőt szívtunk. Őszig, ne lássak itt puskát. Jó, hogy nem áll, serif. Most szórakozik velük, őszig. Hát, van itt egy pilóta, de hol van a gép? Travis Quinn egy hete azzal fárasztott mindenkit, hogy hallott valamit lezuhanni a lápnál. De nem vettem komolyan. Travis mindig hantázik. Általában igen. Lehet, hogy ez most kivétel. Meg lehet. Szóval szerinted milyen repülő volt? Sheriff, lesz jutalom? Nagy gép, kis gép, mi volt, ki vele? Ha elárulod, mi a különbség a kettő hangja közt, akkor megmondom. Szar se tud, szar se tud. Jutalom annak jár, aki mutatni is tud valamit. Mennyi lesz a jutalom? Ha még egyszer szóba hozod, kidoblak ebből a kurva csónakból. Nem fogsz lelőni. Travis? Mi van? Állítsd le a motort. Nagy gép volt, Russ. Honnan tudod? Onnan, hogy itt van alattunk. Kevin, merre megy a vízvezeték? Neked is jó napot. A szennyvíz vagy az ivóvíz? Ivóvíz. Egy pillanat. Lezuhan egy ekkora repülő, de nem írnak róla, nincs a hírekben. Te érted ezt, Russ? Kérdés, hogy mit vitt a gép? Pont erre gondoltam. Mire is? A lábból. Hová megy a víz? A patakba. És a patakból? A fekete tóba. Jaj, emlékszel arra a hatalmas harcára? Russell, szerinted honnan kapjuk az ivóvizet? A vízvezeték északról érkezik, majd keletről nyugatra halad. Melyik házat érinti először? Egy pillanat. Roriét. Maguk el akarják zárni az egész falu vizét egy megérzés miatt. Polgármester úr! 2 nap alatt 3 hulla került a hullaházba. David, nézzem már körül. Ez a falu a földből él. Tavasz van, a vetés ideje. Ha nincs víz, akkor nem lesz termés. És ha nincs termés, akkor Pierce megye összes családja csődbe megy. És ez nem csupán valami megérzés, hanem tény. A vizet nem zárom el. Sheriff, én is támogatom a polgári engedetlenséget, de ez az állásodba is kerülhet. Hát képzeld! Nem is bánnám annyira. Mi a picsa ez? Várj egy kicsit. Meghalt? Hát, ha igen, akkor tud várni. Ó, kurva anyádat! Russell, ugye kértük az elszállítását ma reggel? Arra hadd életbe. Na jó. Még jobb. Internet sincs. Tudod, mit gondolok? Mit? Hogy szarban vagyunk.
És térerő sincs. Jó napot! Minden bölcs és varázslatos, és az Úr szeret mindenki. Minden jó. Jim! Jim! Maga mögött. Ja. Atya úristen! Hiába hajtogatod ezt, David, nem megyek el anyámékhoz. Nem tudod, mi folyik itt, Te sem Zoli. Tudod! Bármi is az. Én nem mehetek el. Te is itt maradsz. Én vagyok a sheriff. Én meg az orvos. Jó, ha kiderül, hogy penicillin kell nekik, akkor majd hívlak. David. Mi van? Mi az? Van valaki odakint.
induljon! Vigyázz, Dohomari! Hátult indal, tovább! Hoppáltan fogod mozog! Igyekezzem ura! Foglalj el az első szabad helyet! Mi folyik itt, David? Nem tudom, én is annyit tudok, mint te. Hello, főnök! Ura dolog történt a Cedar Rapids úton. Kiukasztották a kerekeimet. Kik ezek a rohadékok? Kell, hogy mi folyik itt. Sajnálom, uram, kérem, menjen tovább, nem válaszolhatok a kérdéseimre. Ne, engedjen el, hagyjon békén! Hagyjon békén! El az útból, el az útból! A gyerekeket vásároljuk, nyugodjon meg, el asszonyom, hagyjon meg, asszonyom! Menjenek tovább, kérem, haladjanak tovább! Judy, kérem, uram, menjen tovább! Uram, azonnal menjen tovább! Mit csinálnak, Judy, mit csinálnak? Testhőmérsékletet mérnek mindenkinek. Farnumnak vérzett az orra és Rorinak is. Kérem, uram, haladjon tovább. A vérzés akár lehet valami vírus tünete is. Álljon meg, kérem. Én vagyok a serif, ő meg az orvos. Mindenkit ismerünk. Mi a picsa folyik itt? Elmondnák végre, hogy mi folyik itt? Talán még segíteni is tudnánk. Láza van, az első Judy! David! Judy! David! Judy! David! Judy! David! Vigyétek tovább! A fertőtlenítő készen áll! Gyerünk erre! Kérem! Terhes vagyok! Kérem! Kettő, nyissák ki ezt az ajtót! Gyerünk, emberek, szálljanak le! Gyerünk!
Kevin! Linda hol van? Elvitték. Judy? Őt is elvitték. Elvitték George-ot, Francine-t, Whitney-t, Simon-t, mindenki. James! James! Anyu! James! Visszamegyek. Körbezárták a falut. Úttorlaszokat emeltek. Tim Mitchell is be akart jutni. Lelőtték a családjával együtt. David, ez az egyetlen esélyed. Ne szalaszd el valami ostobaság miatt. Judy ostobaság? Tudod, hogy értem. Ne kérdezd, miért nem tudom otthagyni a nejemet, és én sem kérdezem, hogy te miért tudod. Örülök neked. A picsába. Hogy jutottál ki? Tom Ellis áthajtott a kerítésen, és a sok rohadt lőni kezdett. Mindenki megbolondult. És mire észbe kaptak, mindenki kint volt a mezőn. David, Judy még bent van. Sajnálom. Nem beteg. De hát... Egész hónapban hőemelkedése volt, mert terhes. Már épp ideje. Kihozom. Azt a kurva életbe, irány az iskola. Becca. Becca? Te vagy az? Te jó ég. Becca? Becca, fáj valamid? Ez valami rémálom. Nem lesz semmi baj. Minden rendbe jön. Ezt maga sem gondolja komolyan. Legyen meg a te akaratod, mint a nem úgy a földön is. Anya, mindenki bütő nőrünket, add meg nekünk. Bocsáss meg a mi vérkünket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenére érkeztek. És ne vigy minket a Hehehehe
éjszaka. De jó ég, a fejébe. Hagyjon! Kérem, ne! Hagyjon békén! Kérem, ne csináljon! Mit csinál? Álljon meg! Ne, kérem! Ne! Ne! Ne, kérem, ne bántsa! Ne, kérem! Ne! Ne, kérem, ne bántsa! Álljon meg! Kérem! Hagyom mit! Uram, Isten! David! David! Oh, Isten! Jól vagy, Judy? Nem igazán. És most, főnök? Jussunk el Phil büféjéig, a 35-es útra. Ott buszokra szállítják az embereket. Elmegyünk. Gyere! Russell, van elég bajunk a károgásod nélkül is. Te könnyen beszélsz. Te a vezeték végén laksz, én meg fél mérföldre Farnumtól. Ki a sheriff? Tessék? Ki a Pace megyei sheriff? Te. És ki a helyettese? Az meg én vagyok. Te vagy, és a helyettes azt teszi, amit a sheriff mond. Ez a hierarchia. És én azt mondom, hogy nem leszel beteg. Megértetted? Mitől telefonál? Mitől telefonál? Remélem igazad van. Nem vagyok egy világszám, de voltak terveim. Mitől telefonál? Gyertek! Na, menjünk. Megnézem a kocsit. A picsába. A fenébe. Kerékbilincs. Mindegyiken van. Megnézem azokat. Ezen nincs bilincs. Russell, szállj ki a kocsiból! Egy percet kérem! Jézusom! Menjetek, futás! Nyomás! Futás, 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 futás! Le a földre, földre! Gyertek, fiú! Gyertek, elkapjuk! Ugye? Ha? Szép volt, mi? Az bizony, gyönyörű! Hozzátok ide! Hey! Pont a szívébe! Hey, láttam valamit! Gyertek, hozd! Gyertek már! Gyertek, fiúk! Oda, oda, Dobby mellé! Gyere! Rakszol oda!
Szép rövés volt. Tudtam, hogy te ide találom. Pokoli útunk lesz a büféig. A régi kocsimon nincs kerék. Még mindig megy az a tragacs? Aha. Kerék nélkül nincs kerékbilincsem. 7 mérföldre lakom. 5. Hátvágunk McGregor farmján. És onnan a büfé még 20 mérföld. Én bírom. Jó, menjünk. Vért vettek tőlem. Legalább egy vizsgálatot elvégeztek. Mi van, ha azért nem engedtek el, mert megkaptam? Állapotos vagy, ezért van lázad. David, ezt nem tudhatod. De igen, tudom. Én is beteg lennék, ugyanazt a vizet ittuk. És én nem vagyok. Hát te sem. Túl leszünk ezen. Mit csinál? Scotty McGregor. Együtt járnak. Russell, állítsd meg! Jó, megyek! David! Erre most nincs időnk. Rám volt időd. Jó, menjünk. Nincs itt senki. Scotty! Scotty! Vissza! Tedd le azt a kurva puskát! Szikacsontom a fejeteket, Scotty, világos? Scotty, én vagyok az! Hátra! Scotty, ne legyél már seggfej! Semmi bajunk! Scotty! Tedd le a puskát, Scotty! Tedd le szépen! Scotty! Bocs. Biztosra mentem. Ja, ahogyan mi is, Scotty. Ne haragudj rám. Jó vagy? Igen, persze. Scotty, a mamád hol van? Bent a házban. Összepakol néhány dolgot az útra. A sheriffnek van kocsia, eljöhettek velünk. De jól vagy? Jól. És veletek mi történt? Hogy van a mamád? Csendet! Menjetek be! Nyomás! Nyomás! Anya, várj! Nem lesz semmi baj, csak szeretnék ellenőrizni önt. Kérem, ne ellenkezzen, nyugodjon meg, ez csak egy átmérő. Egy pillanat a legény. Ne! Várjon! Várjon! Álljon már be! Ezt nem tehetik, ez magán terület, vagy nem egyik el az anyát! Menjetek hátra.
Kérem, ne üljön meg! A picsába! Hogy tehettetek ilyet? Hogy voltatok képesek rá? Nyugj egy hang, és megölöm, felfogta! Mi a fene volt ez? Parancsra tette. Ki a fene adta a parancsot? Mit tudom én, ki adta? Hazudsz! Mondd el, mi a picsa folyik itt? Nekünk csak azt mondták, hogy baleset történt. Idehoztak minket, de azt is csak a rendszámokból tudtuk, melyik államban vagyunk. Nincs rajta a maszk, akkor meghalok. Ezt mondták maguknak? Hogyha leveszi a maszkot, akkor meghal? Azt mondták, ne vegyük le. Nézzék. Tudom, hogy nem érdemlem meg, hogy segítsenek. De ha elengednek, esküszöm, hogy tartom a számat. Nem azért lettem katona, hogy civileket öljek. Csak elmegyek. Rendben? Ülj le! Tedd le a fegyvert! Főnök! Én vagyok a sheriff, ő a helyettesem. A feleségem meg orvos és terhes. Deka még 18 éves sincs. Ha köp, akkor ránk találnak. Ha nem engedjük el, akkor is ránk találnak. Egyébként meg nem fog köpni. Nem, uram. Add oda neki, Rász. Picsába. Sajnálom, ami történt. Hé, állj meg! Ne lőjön, ne lőjön! Talált fertőzötteket, Bebkák? Bebkák? Nem, itt nincs senki. Rendben, akkor visszavonulunk. Jöjjön! Nincs itt senki, az istálló biztonságos! Jó van, gyerünk, fiúk, indulunk! Mi van, ha a katona igazat mondott, és a levegőben terjed? Tovább kell mennünk. Behozzuk a kocsit, gyere! Jó. Hey. Judy. Tökéletes. Ez egy tökéletes, csodálatos reggel, és ez a mi házunk. Itt fogjuk felnevelni a gyerekünket. Még arra is sor kerülhet. Minden ismerősünk meghalt. Ez a hely meghalt, és már nem támad fel. Soha többé. Ez kurva jó. Hozz egy szelszámos ládát. Jó.
Ez lett volna a szobád. Judy! Nézd, tudom, hogy ez nehéz, de indulnunk kell, és... Ezzel ölte meg az apádat. Jól lő. Maggie! Maggie, ne! Judith, ne! 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 Csőre töltött puskával jött a baseball pályára! Örülök, hogy megtettem! Kitűntet is érdemelnék érte! Végre megöltem a falu iszákosát! Hadd nézem a kezedet. Add azt ide. Köszönöm. Ez jó. Azt a kur. Így jó. Ezt meg tegyük rá. Jó, jó lesz. Lasso! Lasso! Csak a biztonság kedvéért. Beteg, David. Nem tudhatod. Láttad, mit csinált. Gyertek már! Induljunk el végre! Megmentett minket. Én azt láttam. Jól vagy? Jól van.
Jó, de ha beteg lesz, akkor a lófasz akar egy kocsiba menni vele. Russell, kutya baja! Nem vagyok beteg. Te nem vennéd észre, mert ez a betegség az agyadat zavarja. Jól van, Russell, elég legyen. Ne veszítsd el a fejed. Ezt meg miért mondtad? Azért, hogy ne veszítsd el a fejedet. Miért mondod ezt, főnök? Azért... mert nem beteg. Úgyhogy most... a picsába! Nem láttak minket? Nem tudom. Jézusom, David. Édesem. A fenébe. Hé, ez megfordul! Utánunk jön, el kell tűnnünk innen, el kell tűnnünk! David, lépjen a gázra, sietsünk! Jön a helikopter! Nem maradhatunk a főúton. Nem. Biztosan van másik út is. Milyen útra gondolsz? Mit tudom én, csak hallgatlak. Van valami. Milyen út az, amit nem látnak? Áruld el! Milyen utat nem látnak? Milyen varázsút az, amit nem látnak? Mondd bazd meg, és már megyek is! David, én csak segíteni akarok. Ne haragudj. Láttam valakit! Hol? Ott hátul. Láttam valakit. A picsába! Bassza meg! Tűnjünk el innen, David! David! A picsába! Induljunk már! Gyerünk, főnök! Menjünk már! Tűnjünk el innen, menjünk! Gyorsabban! Gyerünk már! Gyerünk! Kuss Russell! Gyerünk! Igen! Menjünk! Gyerünk! Menjünk már! Menjünk már! Nem megyünk! Mi a picsáért nem megyünk már, főnök? Mert kipörögnek a kerekek! Menjünk már! Menjünk! A picsába menjünk már! Tűnjünk el innen! Gyerünk! Nem akarok így meghalni! Mi a fasz volt ez? Ott van! Ott van! Rassz! A kurva anyja! Rasszol! A picsába! Rasszol! De mozgást láttam! Itt minden mozog, baszd meg! Oh!
A kocsim. Kiszúrták a kerekeit. Víz kellene. Tudom. Hé! Jön egy autó! Maradj itt. David, mit csinálsz? Elvesszük a kocsit. Legbarátságosabb megyében, Sekfer! Lász! Beszélni akarok vele! Rendben. Ki a fenének képzeli magát? Annak, aki a golyó és a maga feje között áll. Szóval, mi volt a repülőgépen? Mi volt azon a repülőgépen? Vírus. Veszettségvírus prototípus. De jó ég, fegyver! Egy kibaszott biológiai fegyver! Álljunk meg egy szóra! Azt akarja mondani, hogy ezt a szart maguk állították elő. Az a célja, hogy destabilizáljon egy közösséget. Mondjuk nem éppen ezt. Te jó ég! Nézzék, lezuhant egy gép, most mit mondhatnék maguknak? David? Mondjuk azt, hogy bocs, hogy kiirtottuk az egész rohadt települést! Egy világméretű járvány talán jobb lett volna. A pilótánál panaszkodjon, én segíteni jöttem. Ugyan kinek? Nekünk? Jól van. Mennyi? Milyen hosszú a lapangási idő? 48 óra. Aki addig nem hal meg, az nem is kapta el. Rendben, ez a harmadik nap. És mi még élünk. Úgyhogy maga most segíteni fog nekünk, és... Azt a kurva életbe! Ne! Úristen! Mi a picsa ütött beléd, Russell? Világosan megmondtam, hogy beszélni akarok vele! Beszéltél. A picsába. Azt kérem vissza. Majd én viszem. Egész eddig te cipelted. Ugyan hagyd. Viszem én. Biztos? Aha. Jó. Russell, mi melletted állunk. Mellettem? A fenébe nem is tudtam, hogy más mellett is lehet. Azt akartam mondani, hogy nem lehet más mellett, csak... Szólj neki, hogy kussoljon, vagy őt is megölöm, világos? Hallgass el, Judy. Jó. Hadd gondolja végig, hogy mit csinál. Egy. Kettő. Három. Ennyiszer mentettem meg az életedet. Menj! De semmi trükközés. Mozgás!
ez kurva nehéz. Mozgás! Mozgás! A picsába. Én beszélek vele. Ne, David, ha nem jutunk el a büféig, akkor úgyis meghalunk. David, ne! Vissza! Beszélni akarok veled. Lelőlek, ott ahol állsz, bazd meg! Csak beszélni akarok veled! David, ne csináld! Ne szórakozz velem! David! Tedd le a fegyvert! Utoljára szólok. Tedd azt le. Kérlek, tedd már le. Beszélgetni akarok. Csak mi ketten, mint férfi a férfival. Csába. Na jó, a helyzet a következő. Hé! Hey. Emlékszel arra a baromi nagy harcsára, amit tavaly fogtunk? Szerinted hány kiló lehetett? 16, 18. Azt a rohadt. Szép nagy halacska volt. Nem vagyok jól, igaz? Mehetek veletek? Csak egy kicsit. Kérlek. Átmentek, akkor a túloldalon kijuttok a főútra. Meglátnának. Nem, mert rám fognak figyelni. A helyettes azt teszi, amit a sheriff mond, igaz? Te vagy a sheriff. Rajta, főnök. Nekem végem. Én mindenképpen meghalok. Hadd legyen akkor értelme. Az, hogy ti túlélitek, engedd meg. Azt a kurva! Hé! Semmi bajom! Semmi bajom! A nevem Russell Crank! A Pierce megyei sheriff helyettese vagyok! Ne féljenek! Semmi bajom! Nem vagyok beteg! Nem azonosítsa magát! A picsába! Thank you.
foci drukkereknek volt idényben is kínáljuk az Iowa-i sasszemek uzsonna csomagját. Egy üveg csípős mártás és egy üveg szalsza gyűjthető Iowa-i sasszemek bukósisakkal. Kapható, amíg a készlet tart, csak Phil büféjében. Tegnap még nyüzsögtek itt az emberek. Semmi sem csillapíthatja annyira az éjséget, mint Phil meg a burgere. Kapható elvitelre is, de elfogyasztható bármelyik panorámás helységünkben. Ahó! Judy, jól vagy? Mindenkit megöltek, nem csak a betegeket. Figyelj, van itt egy kamion. Mi értelme van? Hiába jutunk ki, akkor is megölnek minket. Nem, ha eljutunk Cedar Rapidsig. David, hagyd abba, kérlek! Ha eljutunk Cedar Rapidsig... Hagyd abba! Ne próbáld elhitetni velem, hogy minden rendbe jön! Nyugodj meg! Az ég szerelmére. Ne haragudj! Ne haragudj! Fel akarod adni? Várni akarod a halált? Akkor szólj. Mert akkor én is itt maradok veled.
tudjuk megszökni. Drágám, semmi baj, mehetünk. David, drágám, hogy haladsz? Meg lesz. A fejébe, drágám, siess! Siess! Már! David! Azt a rohadt életbe! David, siess már! Gyerünk! Gyerünk! Az egyik jó lesz, David, rajta! Keresd tovább! A picsába! Várj itt! Jézusom, David! Mit csinálsz? Húzzunk innen a picsába! Menjünk a legrövidebb úton Cedar Rapidsbe! Jó, tökéletes! Thank you.
ha a nullához érünk. Gyorsabban! Látsz valamit? Nem. Nem. Gyere! Gyere! Foglak! Gyere! Jól vagy! Igen, jól vagy! Jól vagyok! Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter all the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. Make me happy through the years. Never bring me
any tears. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Újabb részletekkel szolgálhatunk a mai nap főhíréről, ami az, hogy továbbra is tombol a tűz Ogdenmarsban. Az erős szél miatt a tűzoltók nem tudják megfékezni a gyilkos lángokat. Folyamatosan kapjuk a híreket. Biztosnak, hogy ma hajnalban robbanás történt a Dacompendril vegyőzemben. A szemtanúk szerint egy 100 méter átmérőjű tűzgöm jelent meg az égen. Egy közeli benzinkútról. Még éjszaka legárták az egész környéket. Civilek nem léphetnek a kordonokon belül. Let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Bring me sunshine in your smile. Bring me laughter. All the while, let your arms be as warm as the sun from up above. Bring me fun, bring me sunshine, bring me love. Magyar hangok. Rajkai Zoltán, Szávai Viktória, Kocsis Gergő, Csuha Bori, Bánfalvi Eszter, Rosta Sándor, Gerő Bence, Wégner Judit, Törköly Levente, Hannus Zoltán. Magyar szöveg Dudik Anna Mária Éva, hangmérnök Gábor Dániel, vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Majoros Eszter. A szinkront a Hollywood Classic Entertainment megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.